Az idei évnek eltelt már kicsit több, mint a fele, és több dolgot sikerült már megvalósítanom a Vision Boardról. A mai videóban egy újabbat fogunk megvalósítani. Az idei évben kitűztem magam elé, hogy valakinek lehetőséget biztosítok arra, hogy Svájcban nyaralhasson. Ez következik most! Sziasztok! A mai videó egy rövidebb bejelentkezés lesz, és igazából nem is ez következne most a sorban, de annyira el vagyok csúszva az anyagokkal, hogy most ezt egyszerűen csak előre vettem. És jövő héten én is elutazom, úgyhogy most extrán oda kell figyelnem arra, hogy mikor visszaérek, akkor ne 90 ezer e-mail várjon, hanem mondjuk csak 1000, 1200. Egy optimista becslés alapján. És ez az ajánlat, most hallottok, ez egy landoló repülőgép. Ilyen a reptér mellett lakni. Ez 6 évvel ezelőtt, amikor ebbe a lakásba költöztünk, én nagyon menőnek találtam, de most úgy érzem, hogy most már megérett az idő arra, hogy valami kényelmesebb és valami csendesebb környék után nézzek. Úgyhogy a hosszú távú tervek között szerepel majd valamikor egy költözés. Az igényeim listája kilométer hosszú. Imádom ezt a lakást, és az ajtól eltekintve ami időnként előfordul, nem állandóan, de azért hetente több alkalommal. Nincs kifogásolni valóm a lakás ellen. A szomszédok is szuperek, úgyhogy tényleg egy olyan lakásba fogok innen költözni, ami az összes igényemet kielégíti. Na de vissza a témához. Először is elnézést szeretnék kérni azért, hogy az utóbbi időben kevesebb feltöltés van a csatornán. Elég zsúfolt mostanában a naptáram, úgyhogy ennek következtében rengeteg anyaggal el vagyok maradva. Májusban egy hetet Görögországban töltöttem, Krétán, arról sincs még megvágva az anyag, aztán Zsuzsukával kirándultunk több helyen, azok is még ott vannak vágatlanul, de amint lehet, ezeket pótolom. Amint azt a videó elején láthattátok, az idei Vision Boardom céljai közül az egyik az, hogy valakit közületek vendégül láthassak Svájcban. Szerintem Svájc nyáron a legszebb, és arra gondoltam, hogy ha esetleg valaki olyan nyeri közületek ezt a nyaralást, aki még nem jár Svájcban, akkor az lenne a legjobb, hogyha a legszebb időszakában találkozna Svájccal, legalábbis az én véleményem alapján. Arra gondoltam, hogy augusztus utolsó két hete, illetve szeptember első két hete az, ami szóba jöhet, úgyhogy remélem, hogy ezek közül majd találunk egy alkalmas időpontot. Ahhoz, hogy részt vehessetek a sorsoláson, mindössze 3 dolgot kell megtenni. Az egyik az, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornára, a második, kövessétek be a Külföldiként Külföldön csatorna Instagram oldalát, és a harmadik, küldjetek egy e-mailt nekem a csillahajas@hotmail.com címre, ahol írjátok meg nekem, hogy miért szeretnétek ti Svájcban nyaralni, illetve, hogy milyen időpont felelne meg nektek augusztus 15 és szeptember 15 között. Sorsolni augusztus 1-én fogok, és majd Instastory-ban teszem közzé a részleteket, hogy ki nyert. Sajnos az én szabadságom az idei évre már az utolsó betűikbe van osztva, úgyhogy nem fogok tudni kivenni egy hetet, de mindenképpen egy felejthetetlen nyaralás lesz, ebben egészen biztos vagyok. Hát ennyi volt a mondani való mára, köszönöm, hogy velem tartottatok, és sok sikert kívánok mindenkinek. Sziasztok!